Ez az igazság. És olyan jól fogalmaztad meg, hogy tönkretetted emberek karácsonyát, ezt csináltad. Te veled Kérjé együtt. Szépen bocsánatot. Veled együtt tettem tönkre sok ember. Én csak nem vettem észre, hogy tönkretettem. Jaj, persze. Te csak úgy vagdosod a videókat. Na jó. Sziasztok. Sziasztok. Szóval arról beszélgettünk itt épp, hogy mindjárt átérünk a trónok harcára, de először egy hivatalos bocsánatkéréssel tartozunk. Tudnék egy abszolút nem az Avengers-hez tartozó videónkban, ami egy sima trailer review, egy teljesen lényegtelen sorozattal kapcsolatban, mindegy. Hát bizony az elején elkottyintottunk valamit. Kottyintottál? Jó, elkottyintottam valamit az Endgame-mel kapcsolatban, ugye? Nyilvánvalóan a fő csak spoiler. Egy major spoiler, igen. Jó, de valaki itt van, aki ugye ezeket a videókat megvágja, és mint ahogy azt az új verzióban láttátok, simán ki lehetett volna ezt is vágni csak. Nem tűnt fel, sajnálom, egyszerűen nem gondoltam bele. Elment a füledbe. Úgy jöttem, hogy megcsináltuk a spoilermenteset, az se lett teljesen spoilermentes, aztán megcsináltuk a spoileres videót az Avengers-ről, és akkor az le van tudva, és akkor a következő videóban már lehet róla beszélni. Én valószínűleg úgy fogok akkor kivonulni a YouTube életében. Kivonulni a YouTube, hogy előtte eléneklem a Regan Bowman-től a We Are Only Human című számot, vagy nem is tudom mi a címe, mindegy. Szóval a helyzet az, hogy... tényleg több gáz. Ja, hát ez van, sajnos ez tényleg rossz volt, nagyon köszönjük, hogy velünk maradtatok ennek ellenére, és a jövőben megígéri a Gyuri, hogy ilyen nem fordul elő. Most térjünk akkor ide rá a trónok harcára, ugye, mert hogy megérkeztünk a harmadik részhez, nyilván mindenki erről beszél, és föl fog robbanni az internet újra. Érthető módon, mi pedig megpróbáljuk jelenetre jelenetre földolgozni, amit láttunk, vagy legalábbis valamennyire követni a kontinuitást a részben. Hát nézd, sok mindent kell mondanom, Gyuri, azért. Én egyrészt nyilván most elkezdhetném mondani azokat a toposz dolgokat, hogy nyilván ez vizualitásában fantasztikus volt. Tehát, hogy én ilyen havas csatát nem is tudom, hogy láttam-e valaha. Ez a filmsorozat epizód, ez fölé nőtt a legtöbb hollywoodi filmnek. Abszolút. Tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. A legádázabb küzdelmek egyike. Ha van reménytelenség audiovizuálisan megjelenítve, akkor az itt most megtörtént. Ez volt a reménytelenség csimbora, szója a csata. De stratégiai fájdalmaim vannak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, és nagyon várom, amit akartok mondani. Nekem komoly. Tehát, hogy nyilván van az, hogy az ember Age of 1, Age of 2, és hogy játszott stratégiai játékokkal, történelemmel foglalkozik, egy-két csatát megnézett közelről, nyilván láttunk egy valak filmet. Hát azért ennyi hülyeséget csinálni, mint ennek a csaták az elején, az szerintem ritka dolog, de nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed. Nekem az a véleményem, hogy kár leragadni ilyen dolgoknál. Így szerintem elmész a lényeg mellett. Nagyon... Jó, nagyon szóval... vártam, hogy Gyuri elmondhassa ezt a dolgot. Először is a vizualitásra visszatérve, nekem nem is a havas csata, hanem az, amikor a két sárkány a felhők fölé repül. Az olyan volt, mint egy ilyen megelevenedett mozgó festmény. Gyönyörű, egyszerűen nem is értem. Tényleg. Csoda szép, százszor ver egy csomó mozifilmet egyébként. Az már gyűrűk ura, a szint. Igen, ami ezt a stratégiai hibát illeti, én nem teljesen értem, hogy ki a franc vezényelt lovasrohamot a sötétségben. Ezt én sem tudom, ezt akartam mondani. Szerintem senki nem vezényelt, újra megnéztem, most annyi, hogy begerjedtek a dotrakiak attól, hogy jó, az meg tüzes kardunk van, akkor fussunk bele a sötétségbe. Hát ez teljesen. Esetre maga jelen gyönyörűen működött, tehát nagyon vérfagyasztó volt, ahogy az ott elcsöndesedett az a sötét. Igen, meg az is, hogy meggyújtják a kardjaikat, jó, ez tök jó. De Jorah Mormont velük ment, ő vezényelte. Nem csak ő, a Ghost is velük ment, és a Ghostról most nem tudjuk, hogy mi van. Érted, az is, tehát, hogy ezt azért a John mondhatta, jó, ez egy írói dolog, én értem, és miért kell odadobni az utolsó, kb. Az utolsó megmaradt rémfarkas, ami van még, de hogy érted, oda dobjuk az egyből a lovasrohamlát, azért annak még lett volna haszna. Jobb lett volna úgy használni a lovasrohamot, mint a Gyűrűk urába, kétszer is, ahogyan ők később érkeznek meg, és akkor hátba kapják, ja, persze, az ellenséget, és söprögetnek. Így van. De mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy ez ilyen, tehát hogy itt a sötétség az olyan sötét volt, hogy tényleg az orrodig nem láttál, tehát ez ilyen generált valami. Szerintem ezt kurvára senki nem látta előre, hogy ez lesz. Hogy ilyen vihart kell gerjeszt majd a Night King. Hát szóval azt nem látta senki. Ez nagyon para, és egyébként ez kicsit nálam rá is nyomta a bélyegét az egész részre, mert tehát, hogy nagyon atmoszférikus volt, és minden sokkal ijesztőbb volt, és áldázabb, de ugyanakkor nem is láttál egy csomó mindent. Tehát ugye
Attól működik jól egy ilyen csatajelenet, többször észrevettem már a Trónokharcában, hogy nagyon testközeliben mutatják. Ja. Tehát nem egész ember alakot mutatnak, hanem kb. Törzstől fölfelé, és emiatt úgy érzed magad, mintha benne lennél a csata hevében. Bastards-be. Így van, benne lennél a csata hevében, csak ott lehetett látni. Ja, viszont, hogyha ilyen vihar van, tehát hogy csomószor nem tudtam kivel, hogy kit látni. Ja, ez így van. Ez így szóval van. Ez egy kicsit a kárára is ment. Igaz. De hát igen, szóval ez a lovas roham, ez az első nagy pofon, teljesen értelmetlen. Én azzal se értek együtt, hogy kipakoljuk az egész hadseregünket, ez nem olyan bazd meg, mint na, örülök neki, hogy mert hogy a Trójába kirakták a Hektorék a sereget, az jól működött, mert ott volt mögötte a rohadt magas fal, ahonnan nagyon durva nyílzápor fedezet volt itt. Hol volt a nyílzápor? Alig lőttek a nyilasok. Nagyon örülök, hogy te is ezt mondod. Úgy telepakoltam volna a falat, és egyébként mikor az első hullám beérkezik is, már menekülnek be a várba, akkor is, hogy mendövóz! Miért nincsenek most? Emberek a falon? Igen, tényleg. Tehát a falnak csurik tele kellett volna lenni. Tündeijászokkal bassza meg, és lövöldözni ezerrel. És nem csak tündeijászokkal, hanem mondjuk érted, ott tele lehetett volna rakni olajjal. Alkemisták, akik piszkos bombákat dobálnak. De nem, de hol volt az olaj és a tűz használat? Persze, mondjuk a vihar az anulálni tudja. Hát jó, de itt azért egy kicsit az volt bennem, hogy jó a szél, én ezt értem, de azért a jég meg a tűz... Ez magical. Ütközetéből. Ez igaz. Na mindegy, figyelj, a fal védelmére jobban fel lehetett volna készülni. Egy. Kettő. Még a cségóba is a regem nincs. Tehát, hogyha te vagy a terror, akkor nincs rásáló. Azt nem mindenki fogja érteni. Ha a cségóba te vagy a terror, akkor nincs rásáló. Én szerintem meglepően sok ember érti a nézőink közül. Nem biztos, hogy jó. De az kétség kívül igaz, hogy egyszerűen jó, akkor teljesen mindegy. Tehát, hogyha te védesz valamit, akkor nem rohansz ki. Nem. Hát nem rohansz semmilyen ki, körülmények mert ez nem így működik. A lovasokkal arrébb kellett volna vonulni, mert azokkal nem lehet ott maradni. Igen. De hát, aztán akkor még ott vannak a siege weaponök, ugye ezek azt is miért volt kint? Ott volt előregem, ez az egyik legnagyobb hadászat. Egy sor tüzet lőttek, és csá, igen. És aztán utána teljesen jól lehetett látni, hogy ugye az Unsolid Army mögöttük van, és ott van elő teljesen vételenül legalább 20 ilyen balliszta, vagy nem tudom mi ez, érted? Ez egy teljes ökörség. Igen, de öregem, hát, amikor először berohantak a holtak, az olyan volt, mint a tenger. Igen, több igen. Ilyen hullám egymás hegyén által. Igen. Azt cseszd meg, fogd meg az Unsolidokkal, vagy bárkivel. Én ezt értem. De meg lehetett, tehát, hogy mondom, félrejtésnelség. A kétségbe esett helyzetet, ami végül is kialakult a részben, azt tök könnyen el lehetett volna írni máshogy. De hogy szerintem ez a három, legalábbis három nagy harcászati bagatel hülyeség, ez nem kellett volna. Amellett meg azért azt is el kell mondanom neked, hogy jó, az volt a terv, hogy ugye várni a Night King-et, igaz? És ezért a sárkányokat nem bevetni, de hát öregem, amikor már ott vannak, akkor mind a két sárkány nekem 200-szor menjen le, és gyújtson föl minden. És egyébként rohadt közel a falhoz, és ott égessen egy csíkba, ennyi, és akkor eleve olyan tüzet generálnak ott, hogy nem lehet átmenni. Pontosan ez, tehát ugye benne... Jó, most a vihar rohadtul bezavart nekik, tehát össze-vissza, alig tudták irányítani a sárkányt, szóval jó. Mondom, erre nem számítottunk erre a viharra, hogy ennek mekkora ez szerepe lesz. Ez eloldhatott volna, ha akarják, megcsinálják úgy, hogy az összes tüzet simán előtt, és akkor basszhatod a tüzet. Igen. Ettől függetlenül én elásztottam volna mindent olajjal, persze, nem tudom, persze. Hogy ezek bányásznak-e azért... olajat, de... Hát azért lehetne olajat, én szerintem ez nem egy olyan fantasy korszak, amiben ez ne lenne meg. Mindegy, tényleg nem szeretnék én most ilyen rosszáízű lenni, meg egyáltalán szeretnék ebbe belekötni, csak azért nekem itt harcászatilag, hadvezetésileg volt pár dolog, amit nem lehet csinálni. És akkor még ott van az, amit egy kicsit ki szeretnék emelni, a sárkány, nyilván, amikor leszáll a Danny, akkor... Azt te érted, hogy miért nem szállt fel azonnal, amit elkezdtek fölmászni? Majdnem egy percig nézelődött riadtan, azért ez hülyeség. Aztán ledobta a sárkányt. Ez hülyeség. Tehát, azonnal föl kellett volna szállni, viszont egyébként az is hogy nézett ki, hogy a sárkány rázza le magára. Sűrösköznek hallottak. Ez egy az egybe World War, World War Z, igen, az igen, volt a címe. Az, ez egy az egybe az. Tehát ez epic az volt lákából, a zombik. Ez kétségtelen. És még durvább is volt sok szempontból, mint az. Tehát, hogy ráadásul ugye a zombik nem lassúak, tehát nem olyanok, mint a Walking Deadben, hanem olyanok, mint a hogy hittem ezt a filmet. Igen, ott is. A World War Z a legjobb, mert kicsi a rakásszerűen. Mondom, egy kollektív tudat irányít, és ezek egyszerűen átmennek egymáson, feláldozzák. Igen, de ahol tudod, még ilyen eszméleten gyorsak voltak a zombik, az angol film, amikor... 28 nappal? Az, a 28 nappal később, mert abban aztán ilyen gyorsítottban mozogtak. Itt is ilyenek, szóval az van, hogy hiába bármilyen jó harcos, bármelyik, annyian özöllöttek, hogy már nem tudták föltartani őket. Tetszett, a végletekig kiélezett volt ez az egész, és hát én azt gondolom, hogy... kiegészült a paletta, ugye a varázslónővel is, tök jó volt, hogy ő is megjelent. Milyen jó volt, hogy megjelent. Mondjuk azért szépen ugyanabból az irányból jött, ahonnan a holtak jöttek kb. Igen. 2 percet később. Hát lehet, hogy az öreg alakjában jött, és nem vették észre a holtak úgy, mert annyira csúnya volt. Egyébként se gerjedt rá az öreg. Na, minden esetre
Nagyon jó volt, hogy jött ez a nő. Az egyik legfelemelőbb jelet, amikor igen. fellángol az összes kard, az rohadt jó. Tényleg nagyon jó. Meg amikor a trencset is fölégeti, az is nagyon durva. És azért már ő is parázott, ott kezdte elveszíteni a hitét szegény. Én egyébként majdnem, tehát úgy voltam vele, hogy mivel a trónok harcáról van szó, hogy itt tényleg várjuk meg, hogy meggyújjon, azt egyszer csak elkapja oldalba egy zombi, vagy nem zombi, nem halott. De hogy, ja, na mindegy, nagyon, nagyon jó volt, és hát azt gondolom, hogy nem tudunk nem a végére ugrani, még majd úgyis beszélünk más dolgokról is, de egyébként... Még mielőtt a végére még ugrani, a végére beszéljünk karakterekről. Na, jó. A kis Lady Mormont. Ez kemény, ezt megjátszották. Szerintem csodálatos volt. Igen. Az marha jó volt. Szerencsétlen már majdnem összeroppantott. Tök jó, hogy kinyírta a kismedve a legnagyobb izét. Nagyon kemény. Viszont a Hound öregem, az megint összefosta magát a tűztől, meg a zombik láttán, és megint egy hisztis picsába ment át így az akciónak a abszolút a közepén. Ugye ezt eljátszott a Blackwaternél. Jó, mert ugye hát én rájára. Én tudom, hogy fél a tűztől, de hát bazd meg. Nem tudod. Az a baj, és én sem tudom. Tehát, hogy ebben nem kötnék be, mert nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy milyen. Jó, csak nekem ez azért szar, mert nekem személyesen ez azért szar. Mert a Hound az egyik legnagyobb hentelő, igen, persze, és tőle persze. pont azt várnám, hogy érted, hogy valamit engem csinálni. Engem is fölidegesített nagyon. Annyira szar nézni, hogy a legerősebb emberünk persze. az így összefossa magát. Engem nagyon fölidegesítette ez, ne is félre, csak közben egy kicsit megbocsátolhatom, hogy nem tudom, hogy milyen az, hogy mondjuk érted, víziszonyom lenne, és akkor mindenhonnan özön lenne a víz. Jó, de hogyha ott lettél volna, akkor biztos mondta, hogy hülye vagy Hound, kapd már fel a kardot. Te vagy a Hound, hülye gyerek. Ja, hát igen. De aztán jól motiválja a szegény Shakespeare öregem, hogy meghal, hát ez valami borzasztó. Ja, amikor eldobta a kardját, akkor tudtam, hogy jó, hát az... Hát, ja. Mármint szép, hogy megmenti az Arját. Az Arya is tök jó, hogy az elején nagyon bedesz, pont olyan, amilyennek gondoltuk. Kegyetlen jó, és hogy néz ott a hagymalóvag rajta, hogy mit csinál. Igen. Viszont utána, amikor megsérül, akkor már csak egy menekülő kislányba megy át, és az egyébként... Ez kicsit fura, nem? Vagy nem ott fura neked ez a nagyon nagy különbség? De, és ami a leggázabb, ezt egyébként megmagyarázzák ugye a rész végén az alkotók, hogy aha. szerintük egy csatát nem lehet mutatni 80 percig, mert akkor ez unalmas lesz. Szerintem nem. De ez, hogy ennyire leültetjük a filmet, és az egyébként nagyon jó atmoszférikus, ez egy horrorfilmbe megy át, hogy ott az Arya ott igen, menekül. De ott vannak ablakok, amiken nincs rád se, tehát hogy semmi nincs, egy-egybe ja. kifele néznek, és kint síri csend lett. Igen. Megszűnt a csata, amíg az Arya bent menekült. Szóval nekem ez a része nem tetszik. Nyilván egy nagyon jó jelenet volt, csak én inkább néztem volna azt, ami kint történik, de hát... Hát nekem meg amúgy, tehát én benne vagyok abban, hogy legyen egy ilyen belső jelenet, és legyen egy menekülés, ez nagyon megemeli a feszültséget, csak az a baj, hogy tudod, az nem tetszett nekem, hogy az Arya ott még, nem érdekel, hogy a homloka sérült, meg kitört négy bordája, de a könyvtárban azt a 10 zombit, azt ő még simán el tudta intézni, amikor a várfalon szerintem 40-et elkapott avval a két élő szarral, amiről ugye beszéltük. Jó, ezt nem tudom. Jó, mindegy, persze érdemes ebbe belemenni, mert jó volt a jelenet. Gyorsan csak egy fél mondataig, hadd vágjam ide, hogy az alkotóknak mindig egy nagy dilemmája, hogy a csatát mutassák-e, vagy a belső jelenetet. Gondolja a World War Z-re, az évvilágháborúba, ahol Magyarországon ugye fölvették az egész moszkvai csatát, Budapest volt a szintere, lett volna a szintere a moszkvai csaták, és a film végéről teljesen kivágták, mert a belső teres akciót akarták, ahol ugye a Brad Pittot ír. Mindegy, zárója bezárva, egy döntés, nem volt rossz, csak van egy ilyen kis furcsa érzés az embernek. Aztán... Én még élveztem látni a Sansa arcán a döbbenetet, meg hát azt, igen. hogy a Sansa végre megértette, hogy mennyire jó az, hogy velünk vannak a sárkányok. Mert azért elég megnyugtató volt azt persze. nézni, felemelő volt azt nézni, amikor elkezdte fújni a sárkányokkal idén. Nagyon. Szóval mondom, és most még emberi is volt a Sansa, végre kedves volt, nem volt az a hülye lekezelés az arcán, szóval végre nagyon ennyi. Nagyon lehetett volna ezt is szimpatikusabbnak megcsinálni ezt a karaktert, de nem akarták. Persze. Teljesen jogos az, hogy utálom. Nem jogos az, hogy csak utálom. Ezt akartam mondani. Aztán akkor ott van még a Cackless Ironborn. Jó, hát engem az annyira nem érdekel. De azért ő most menekült meg a bűneitől igazán. Tehát, hogy most ő szerintem... Én meg ezzel nem értek egyet. Jó, nem, de érted? Azért valahol anulálta. Oké. Nézd, ez olyan, mint Nagy. Én ezt Nagy Imre effektusnak hívom. Észreveszitek videónként, már 4 effektust bevezettem mindig saját szabadalom. Tehát, hogy Nagy Imre is kommunista volt, és azért nagyon sok... Tehát, hogy például ő telepíti ki a svábokat Magyarországról, érted mindegy. De ott a forradalomban valamelyest az életének egy pár bűnét legalábbis elrendezi. Most ki vagyok jó, ki, hogy itt Nagy Imre nem éget halálra, meg csonkít meg gyerekeket. Csak ennyit akarok ezzel mondani. Tehát én a Theonnak, szerintem a Theon az, az egyik legdurvább háborús bűnös itt. Én jó, szerintem... Jó. Én megértem, hogy ő amúgy egy ilyen vívódó karakter volt, csak szerintem az, amit ő tesz, az annyira durva. Így van. Te a Jamie-nek nem bocsátod meg, hogy kilökött egy gyereket az ablakon, akkor miért bocsássuk? Nem bocsátom meg neki se, de most mind a Jamie-vel, mind a Theonnal úgy vagyok, hogy azért annyit tettek, tudod,
hogy legalább kihozták az életükből Jó. a maximum legjobbat, hogy az Megbánták a életüket bűneiket, igen. ezt látjuk És egyértelműen. van egy kis jóvátétel is, hiszen hát nem kis jóvátétel, na, csak én akartam mondani, hogy ettől még a bűn bűn kész. Nem a mi dolgunk, hogy megbocsássunk. De azért Mi ettől dolgunk csak függetlenül. Az, hogy ítélkezzünk. Szép, igen. Na ugorjuk ugorjunk akkor a tovább. Lényegre. Még a lényeg előtt, akkor a lényegre nagyon szépen rá fog vezetni minket, amit most szeretnék kérdezni tőled, hogy a Bren, az mi a tökömet csinál ebben az egész részben, azok kívül, hogy egy csali? Ezt mondnál Annyira nekem? örülök, hogy ezt így magadtól mondod. Volt az In Bruges című film, egy kis side quest most. Igen. Az In Bruges című filmben egy pillanatra látjuk a Ralph Fiennes-t otthon a feleségével. És a felesége, tehát ugye a Ralph Fiennes az egy faszkalap ebbe a filmbe, és a felesége beszólja neki egyszer azt, hogy you're a dead inanimate object, tehát egy élettelen tárgy, vagy nem pedig egy ember. És az meg visszaordítja neki, hogy you're a fucking inanimate object. Szóval a Bran egy fucking inanimate object, egy halott, kifejezéstelen kretén, aki ül és így néz mindenre. Mi a faszt izguljak a Branért? Tehát, hogy, és akkor sajnálom én is. Pillanat, most elmegyek, és akkor ugye a szeme fölmegy. És reptet És reptet holod. Egy-két holod, és semmit nem csinál. Tényleg. Engem azért dühít, mert a könyvben ezek vargok, sőt a Bran valami speckó, tehát a Bran mindent tudna irányítani. Még egy sárkányt is mondani. Sárkány fölött is átvette volna az irányítást. Én azt hittem, hogy ha már elmegy, akkor nem csak mozizni megy el, miközben mindenki meghal körülötte, hanem oda meg idehívja a természetet, vagy valami. Egyébként milyen jó lett volna, hogy játunk egy olyan kis képet a csata helyében, hogy ugyanúgy el van tűnve a szeme, és vargoltatja magukat, és popcorn teszik. Vagy és a pincébe volt az a kislány, aki az előző részben mondta, egy nagyon pici lány, hogy harcolni akar, és abba belevargolt volna, és azzal szétkaszolott. Valamitek. Igen, tényleg. Hát én nem szóval tudom, kapja de be a Bran, undorító, ez nem. Ez nem egy, ennek nincs személyisége, ez egy ilyen... Valljuk be őszintén, most már részek óta idegesítő. Ő a leg... Persze, mert ő egy ilyen arisztokrata varg, vagy én nem tudom mi. Tehát, hogy azért arra, hogy ül abban a fotelben, mindenkinek igen, az életében idéz valami és nagy mondott mondatot. Te annak, hogy thank you for your service. You're a good man. Baszd meg! Lehet, hogy egyébként ő a Stephen Hawking, tudod? És ugyanúgy... Ez már ízléstelen. Jó, nem, tényleg jó, bocs. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez így rosszul volt megírva, vagy valaminek kell történnie a következőkben, ami felülírja ezt a hülyeséget, hogy ő tényleg ott egy-két varjút megrektet, közben mindenki megpusztul kb. Miatta, és ennyi. Még, hát, még azzal is előrébb lettünk volna, hogyha a Bran, mit tudom én, valamit lát, amit mi nem tudunk, hogy milyen lépés Persze. következik, és szól valakinek, és a szól valaki másnak a falon, hogy hátulról jönnek. Persze. De ez a semmi. A Bran az semmit nem Azt csinál. Tényleg semmit nem csinál. Egyébként a Bran köré láthatatlan sárkányüveg medvecsapdákat is lehetett volna rakni, és akkor közel lépett volna hozzá a Night King, és elkapja. Egy ilyen idejez most csak Vagy a Brennél lehetett volna egy obszidián kézigránát, és azt detonálhatta volna, amikor a Night King oda. De tényleg. Obszidián. Valami. Want valami. My memories? Fuck memories. Egyszerűen én értem, hogy ő egy fontos valaminek a birtokosa, de az ő személye viszont annyira antipatikussá vált számomra, hogy idegesít az, hogy őt kell védeni. Kapja be! Én nem mennék ennyire messzire, de az fucking kicsit... cripple! Én azt gondolom, hogy ebben a részben teljesen haszontalan ő, és én megértem, hogy jó, lehet amúgy azt mondjuk rá, hogy ő haszontalan, na de hát azért kérlek. Tehát azért ennél többet kell tenni. Mindegy, ugorjunk tényleg a legvégére. Azt gondolom, hogy ennek a résznek a vége minden butaságot annullál. Tehát, hogy ez, én erre nem számítottam, nem tudom, te, vagy vele lehet, számítottam. Láttad. Illetve arra gondoltam, hogy a Night Kingre indul el az Arya, amikor mondja neki a papnő az árásról, hogy blue eyes. Az nagyon jó, az nagyon és jó. És kinek igen. van blue igen. szemmel, szóval. De ezt nem gondoltam volna, hogy csak így, nem tudom, hogy oda megy. Igen, tehát, hogy ez hogy jut át ott az összes kapitányom meg minden. Meg hogy mondja, hogy nem ma. Hát igen. Ez nagyon de jó volt. És tényleg jó. Tehát, hogy ott átasszaszinolja magát a kapitányokon. És ugye ez a bizonyos késlejtős, hasbaszúrós dolog is nagyon ügyes. Tehát ez jó. Egyébként van ezt egy a Brienne, film? Nem, ezt ő megcsinálta a Brienne-nel. Azt tényleg, szem. Tényleg. Azt hiszem, amikor vele harcol. De úgy szerintem más filmben is láttam ezt. Nem az Avengers-ben láttuk mostan? Nem, szerintem de ne jó. Na, a lényeg az, hogy szerintem ez helyrelántja ezt az egész részt. Amit helyre kellett állítani, de azért azt én hozzáteszem gyorsan, hogy felemel. Fantasztikus volt. Tehát, hogy sorozat ilyen messzire valószínűleg nem ment még soha. Nem. És fölé, mondta tényleg, tehát, hogy gyűrűk urai magasságban emelkedett ez a rész, most ezt tagadni kár lenne. Van egy kis férfias rossz szájíz az ilyen hadvezetési dolgok miatt, de ezt engedjük el. Nyilván ez egy fantasztikusan durva, nagyon-nagyon ütős, és hát nem is tudom, milyen szavakat használják hozzá. Igazi kemény hóvihar csata volt ez, Gyurikám, úgyhogy ja.
Jó, amiről még mindenképp szót kell ejtsünk. Sejtem, hogy mit fogsz mondani, tudod, mi történik a fennmaradó három részbe. Ez gyönyörű volt így, és szerintem óriási hibát követtek el az alkotók, én nem tudom, te hogy vagy vele, de ez az egész szál volt az, ami mindenkit lázba tartott most már évek óta. Ez volt a nagy rejtély, a misztikum. Igen. Egy kérlelhetetlen gonosz, aki ellen tökre nemes a harc. Tehát, hogy a Cersei-el való baszakodás engem már nem érdekel ezek után. Engem az zavar, hogy azt le kellett volna rendezni ezelőtt, mert tehát nem lehet ezt überelni. Igen. Itt sokkal nagyobb a tét. Van bennem is egy ilyen gondolat. És arról nem is beszél, hogy elnézve ezt a csatát, most nem azért, de szerintem maximum 50 ember a életben maradt. Én nem tudom, ti hogy láttátok, de bármelyik udvart mutatták, igen, már ott egy-két ember maradt talpon kb. Hát így van. Szóval milyen sereggel fognak ezek kimasírozni a következő részbe? Érthetetlen. Mindenki meghalt. De tényleg. Viszont ami jó, hogy a két sárkány nem halt meg. Bocsánat, két sárkány mondtad? Biztos, hogy két sárkány? Az melyik, hogy Johnny lezuhant? A következő trélerben lehet látni. Ja, már kettőt láttál? Akkor jó, nincs. Ott a trélerben mutatják, hogy ott a két sárkány. Ja, akkor jó, bocsánat, nem tudom. Én nagyon aggódtam, hogy meghalt. Én is mind az állam. Sőt, amikor visszajött a Viserion oda az udvarba, és a Jon fújkotta, én akkor őről már eleve azt hittem, hogy az már egy másik sárkány. Ja, de egyébként az milyen terroristán nézett ki, nem úgy, hogy le volt szakadva a fél feje. Ott az durván nézett ki az a sárkány. Egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy ezek a sárkányok még a Smaugra is rávernek meg, de nem is tudom, hogy láttam. A Smaug más, de tehát, ja, hogy hát amit itt ezeknek köszönhetünk, az azért nagyon sok. Tehát óriásit harcol itt az a két sárkány. Hát az biztos, jó, hát ezek nélkül ugye ez így is veszett fejszelnyel lett volna. Sok mindenkit veszítettünk, tehát azért itt borzasztó. Hát jó, de nagyon jó, az egész sereget, szinte mindenkit a seregből, de ez nem fog feltűnni nektek a következő részben, mert ott megint ugyanakkor a seregük lesz. Szóval meghalt ugye a Lady Mormont, ja, ami annyira érzelmileg nem üt szíven, de azért, tehát hogy az egy tök jó karakter volt. Lesz. Meghalt a Ser Jorah. Hát az egy nagyon, nekem az egyik kedvenc. A Mormont család gyakorlatilag. Igen. És meghalt a Beric Dondarrion. Ja. Ez a három azért igazából. Jó, igaz. Még egy-két ember. De... Jó, hát a Tion, igen, meg még páran. Hát azért minden, jó. Hát nagy azért kellett ez is, hogy legyen veszteség. De mondom, hogyha ez az utolsó rész lett volna, akkor sokkal jobb lett volna, és több mindenkit meg lehetett volna ölni. Persze, igen. Nekem ezzel hatalmas problémám van. Igen, egyetértek. Azt hiszem, egyetértek. Csak én arra jöttem rá menet közben egyébként, hogy igazából ez egy átverés volt, ez az egész Night King-es vonal, mert mi végig azt hittük, hogy ez az egész erre van kihegyezve, és ez a nagy misztérium. Aha. De az, hogy egy rész alatt, egy csata alatt ezt így lerendezik 10 év várakozás után, ha belegondolsz. Igen. A valóságban ugye 10 év telik el kb. Igen. Tehát, hogy egy csata, hát akkor most ezt a csatát bárhol, tehát, hogy ennyi, hogy ledöfjük a Night King-et, az csá. Meglepő ez a dolog, Gyurika. Mondom, azért nem meglepő, mert rájöttem, hogy a Game of Thrones, az a George R.R. Martinnak a világa, és az nem erről szól. Mondom, ez egy ilyen mellékvágány, ez csak belerakta, hogy színesítse a dolgokat. Szerintem a Game of Thrones az hátbaszúrásról, árulásokról szól, arról, hogy beleszeretsz egy-két hősbe, akiket undorító módon megölnek. Ez a Game of Thrones. És hát, most igen, ezt meg fogjuk kapni maradéktan, én szerintem. Ez sajnos. Tehát most jön a szájba baszott Cersei, és mindenkit hátba szurkál, és egy csomóan meg fognak halni, és fájni fog, és szenvedünk, és ennyi is vége. Félek, így lesz. Te annyit még áruljál nekem, mert tudatlan vagyok. Én, hogy a Night King, az akkor most tulajdonképpen ki volt, az kiderült, vagy miért nem égett ő el? Azt nem tudom, hogy miért nem égett el. Sokan mondták a fanok, hogy ez egy Targaryen, ugye? Nem Targaryen, a Night King az csak egy random first man volt. Ugye a first manek megérkeztek Westerosra, ott még éltek az erdő gyermekei, ismerem, igen, azokat írtották. Miért nem égett el? Hát azt nem tudom, hogy miért nem égett el. Hát azért nem egy jelentéktelen információ, tehát hogy kifejlesztett. Ez varázslat, nézd, ő is varázslatból van, lehet, hogy ellen totálni a tűznek, nem tudom. Ja, na mindegy, jó, azért majd erre is írogassatok valamit, hát ha... Aki tudja, az írja le nekünk, hogy miért nem informáltak vagytok. Minden esetre visszatérve a fő gondolatothoz, ez, hogy itt az elefántos nőnek a hülyeségeivel kell még három részen. Elefántalannak a három részen keresztül. Te, fájdalmas, igen. De lehet ám, hogy sajnos a cudar valóság az, hogy a legtöbb embert ezek az áskálódások érdeklik. Gondolom ezért is néznek olyan sokan éjjel-nappal. Én is élveztem ezt. Ugye nem tudom, 5. évadikában én is élveztem, csak akkor úgy voltam, hogy annyira túlpörgették ezt a Cersei-t, már a Cersei-t mindenki utálja. Ja. Tehát ez, hogy örökké valóságig azt nézni, hogy van egy gonoszkodó fasz. A Joffrey-t is, a Joffrey-t sokkal kevésbé bírtuk elviselni. Hát, ja. Tehát a Joffrey az annyira feszítette a húrt, hogy szerintem a Joffrey-t, ha meglátták volna a második évad körül valahol az utcán emberek, random emberek agyonverik a szívét.
Igen, tényleg. Tehát az az egyik legutáltabb karakter volt, és azt nem lehetett tovább húzni nagyon. Ja. A Cersei az valahogy megúszta ezt, de mondom, én kiégtem egy kicsit a Cersei-be, tehát engem, mert ő már nem érdekel. Ez látod, akkor ez ilyen szempontból rossz, tehát ő átment, túlment a zeniten. Olyan ez, olyan volt ez a mostani rész, mint a kicsit, amikor mondja a Gandalf a Gyűrűk Urába az utolsó éjjel, amikor ugye másnap lesz a Gondor és Mordor között nagy csata, hogy hát ez is elkövetkezett a mikorunk nagy csatája, és a mikorunk nagy csatája az ez volt. A Game of Thrones-ban, nem pedig az, ami utána jön a Cersei-je. Szóval mondom, rossz a kontinuum, előbb kellett volna elsütni a Cersei-t én szerintem, és a legeslegvégén mondjuk két nagy csata a holtakkal, hát innen kiverik, és akkor valahol, mit tudom én, ilyen nagyon elkeseredett harc. Érdekes ez. A Krím félszigeten nyilván máshogy vélekednek a korunk nagy csatájáról jelen pillanatban, de ettől független természetesen teljesen igazam a Gyurinak abban, hogy van itt egy eltájolás, de hát természetesen a véleményetek nagyon fontos ebben a szempontból is, hogy kiérzi, úgyhogy itt ez a fennmaradó három rész, ez olyan lesz, amilyen, és nyilván arról szól majd amiről, de hogy igazából ez volt az igazi csúcspont, ez is egy fontos kérdés. Jó volt veletek végignézni ezt a részt is, és beszélni erről az epizódról. Tehát a helyzet az, hogy nyilván nagyon sok kérdés van itt, és nagyon-nagyon igényeljük a ti hozzászólásaitokat, hiszen olyókat lehet beszélgetni ezekről a dolgokról. Kicsit tartok is tőle, hogy mi lesz majd ez után az egész után, de hát nyilván van élet azért a halál előtt. A lényeg az... Az előző videóban pont azt mondtad, hogy van élet a halál után, de... Hát tudod, variálom. Sose lehet tudni. Nem lehet tudni. Jó, egy hét. Egy hét nem sok, és már újra itt vagyunk a következő epizóddal. Addig is azonban sok mindenre visszatérünk. Különösképpen szeretném nektek megemlíteni a saját fejlesztésünket, ugye ez a top 10 csajok például, és top 10 mindenféle celeb, akivel egy szigeten ott rekedünk, és akivel egy szigeten ez és az is. Tényleg ebből történik. Van a trónok harcás verziónk. Annak a linkjét majd kirakom a videó végére, van egy ilyen játékunk, aminek a lényeg az, hogy választhatunk magunknak 10-10 trónok harca tök jó nőt, akikkel egy lakatlan szigeten rekednénk, ezt sokan már látták az oldalon, de aki még nem, annak kirakom a linket, kettő külön videót, az egyikben ott van az összes tök jó csajról, ilyen képösszeállítás, azok alapján választhattok, és a másikban pedig megy a játék. A papás maga. Egy modern papás maga. Nagyon szép, és ebből jön egy újabb epizód, úgyhogy a héten is tartsatok benne feltétlenül, mert bővül ez a mókatárunk is, de hát még jönnek a best of filmek, jönnek premierek, spoilerek ezen. Nem spoiler, egy se jön, úgyhogy már ennyit, sziasztok! Sziasztok!